A legutóbb nyilvánosságra került elképzelés drasztikus változásokat kíván bevezetni a felsőoktatás világába. Nem leszünk többé egyenrangú polgárok. Vesztese lesz az új jogszabálynak az oktatói kar épp úgy, mint a hallgatóság. A döntően fiskális szempontok alapján készült koncepció fűnyíróként nyesné meg a hazai egyetemek és főiskolák gazdálkodását. Államtitkárasszony szerint a megoldást a diákhitel 2 jelenti. Ezt a hosszú távú kölcsönt fölvéve, legalábbis az oktatási államtitkárság szerint, a hallgatók megfizethetik képzési költségeiket. Ez igaz is. De igaz az is, hogy emiatt a hallgatók hosszú évtizedekre ki lesznek szolgáltatva a mindenkori DHM-eknek, és könnyen lehet, hogy pusztán tudományos érdeklődésük miatt sosem lesz pénzük saját házra, családalapításra. Néhány ezer honfitársunknak azonban lesz módja arra, hogy államilag finanszírozott képzésben vegyen részt. Nekik viszont szerződést kell kötniük az állammal, amelyben vállalják, hogy hosszú évtizedekig hazánkban fognak dolgozni. Hoffmann államtitkárasszony szerint az elvárható, hiszen a hallgatók közösségi pénzen tanulnak. Szerinte mindez a rendszer az Amerikában és Európában már jól működő vállalatok által biztosított ösztöndi rendszer magyar változata. Bátorkodnék fölhívni államtitkárasszony figyelmét arra, hogy a vállalati ösztöndíjak végén a tisztességesen megfizetett munkalehetőség várja a végzett hallgatókat. Tud ma nekünk bárki is garanciát adni arra, hogy diplománk megszerzése után kapunk majd végzettségünknek megfelelő diplomát, munkát? Mi azt várjuk ettől a demonstrációtól, hogy a kormányzat végre meghallja azt, hogy az oktatási államtitkárság nem feltétlenül alkalmas arra a munkára, amire ki vannak nevezve. Államtitkárasszonytól semmi jóra nem számítunk már, tehát az ő velünk való tárgyalása az egy semmit mondó látszattárgyalás. Igazából ezzel a demonstrációval és az országossal is valójában a kormányt szeretnénk megszólítani, hogy mi nem tekintjük őket ellenségnek, mi partnerek akarunk lenni a felsőoktatás megújításában, de ezzel az oktatási államtitkársággal egyszerűen nem lehet boldogulni. És mit gondolsz, hogy a kormány partnerként fog titeket kezelni? Ezt én nem tudom eldönteni, majd nyilván érkezik valamilyen reakció ezekre a dolgokra, hiszen hogyha minden, hát nem is minden, de több vidéki városban, egyetemi városban lesz demonstráció, és lesz egy országos Budapesten, akkor én azt gondolom, hogy azt válaszra méltatni fogják. Tehát én nem gondolnám, hogy a kormány el fog menni szó nélkül amellett, hogy az összes hallgató, és azt hiszem mondhatom azt is, hogy minden szakmai szervezet, a rektoroktól kezdve a akkreditációs bizottságon át kifogásolja mindenki, és elhibázottnak tartja ezt a koncepciót. Egyedül Hoffmann Rózsa államtitkársága tolja folyamatosan előre, minden szakmai jószándékú hozzászólást figyelmen kívül hagyva. Én azt gondolom, hogy a kormányzat észre fogja venni ezt a trükköt, amit államtitkár azt, hogy űz már itt hónapok óta, hogy folyamatosan bejelenti minden egyes tárgyalás után, hogy hát igazából mindenkinek tetszik ez a koncepció, csak van egy-két apróság, amit majd átírunk. Támogatja a hallgatók törekvését, amiért ők most itt tüntetnek. Nem voltam kint, nem tudom, hogy mi hangzott el sajnos. Azt hittem, hogy valami buli van, mert van zene hallaszor, de őszintén megmondom, hogy én nem. Tehát olyan sok ága-boga van ennek a törvényalkotásnak, annyiféle érdek ütközik. Nyilvánosságra kerülnek ötletek, elképzelések, aztán cáfolják. Én nem tudom ezt követni, tehát én feladtam, én majd elolvasom a törvényt, hogyha megjelenik, és akkor majd nyilván véleményt fogok alkotni róla. Azt mondom, hogy úgy érzi, hogy érdeksérelem éri őket, nyilván a szerepéket akarják csorbítani, talán a költségvetésüket is megfutítaná az új törvény, és hát ez a mozgásteret jelentősen beszűkíti. A hallgatókat mennyire éri hátrányosan, ezt még nem lehet most tudni. Én összegyetemi szinten nézem a dolgot, hogy valószínűleg nagyon hátrányos az összegyetem számára, főleg a bölcsészek számára, hogyha a társadalomtudományi bölcsészettudományi képzéseknek a keretszámait, és a támogatott keretszámokat ennyire lecsökkentik. Mit gondoltok erről a tüntetésről? Lesz-e valamilyen eredménye? Szerintem nagyon bízunk benne, hogy lesz, mert azért nem lenne állapot, hogyha ezt így bevezetnék tényleg, úgyhogy mi bízunk benne, hogy lesz. Ugye, hogyha végigmegy egész most két hétig mindenhol, akkor reméljük, hogy lesz legalább valamennyi engedményük, vagy leülnek akár tárgyalni, vagy valamilyen is dolgot kitalálni, hogy adnak is, vagy lesznek is, vagy nem tudom. Szerintünk biztos, hogy lesz. Reméljük. Most ugye ennek a tüntetés sorozatot, hogy most szerintem annak konkrétan nem. Esetleg, hogyha valahol valaki, valami okos ember
elindít valami folyamatot így a diákok vagy a hallgatók nyomására, akkor talán. Szerintem közvetlenül egy tüntetésre nem. Hát elmélem összegedni, igen, elég sokan itt voltak. Mondjuk ezzel jelölték a Facebookon itt lesznek, de hát szerintem kb. 5-600-an voltak. Nem igazán nagy valószínűséggel szerintem nem. Nem, nem valószínűleg, sőt, mi szokták. Kicsi vonatjáink azok így felettünk döntenek el. Szerintem nem tudom. Nem lényegi kérdésekben gondolkodni. Hát mi lenne a lényegi kérdés szerinted? Szerintem inkább a tartalmáról, a egyetemi színvonalról kell beszélni. Inkább arról, hogy most nem a pénzről, mert igazából Európában az egyetemeknek a nagy része az mind fizetés. Szóval most ezzel próbálnak minket parasztakítani, de inkább az a különböző kérdés, hogy a bölcsészkart ne építsék le. Inkább attól tegyek jobban, nem azt, hogy fizetni kell, mert hát na, egyetemi képzés mindig is elitista volt. Majd meg tudtad fizetni, vagy a tudásod által voltál ott.